Hát szóval a 21. századhoz képest egy kicsit múltba tekintőbb kérdéssel kezdenék. Az antitézist többen úgy írták le, mint a szocialista múlttal, vagy a szocializmussal, mint múlttal való számvetést, és ebben egy nagy szerepet kap a 89 előtt Kelet-Európában is másút fennálló rendszereknek a leírása, és a recepcióban szinte mindenki kiemelte azt a nagyon határozott álláspontot, miszerint ezek a rendszerek, a valóságosan létezett szocialista rendszerek, ezek államkapitalista rendszerek voltak. Ugyanakkor a kötetben az empirikus anyag, amit feldolgozol, és ami mentén kifejted ezt a, és megérveled, szerintem meggyőzően ezt a szilárd álláspontot. Ez az empirikus anyag nagyjából nem kizárólag persze, de főképp a magyarországi tapasztalatokból táplálkozik, és néha vannak olyan kijelentések, amelyek talán azokat, akik itt ülnek ebben a teremben, de az olvasókat általában, akik Romániában és kisebbségi magyarként vészelték túl ezt a periódust, ugye ezeket az embereket megdöbbentik. És arra szeretnélek kérni, hogy kicsit beszélj ezekről a rendszerekről, arról, amit ezekről a rendszerekről gondolsz, a romániai tapasztalatok viszonylatában, amelyben te magad is érintett voltál és vagy. Enyhén szólva 30 évig voltam érintve a dologban. Jó, akkor másképp fogom ezt megfogalmazni, mint a könyvben, mert hogy a könyvben elkövettem azt a hibát, hogy föltételeztem, mert egy olyan helyen jelent ez meg, föltételeztem az olvasókról, hogy tisztában vannak ezek az államkapitalizmus elméletekkel. Na most az államkapitalizmus az általában az a trockizmus egyik ágának az ismert álláspontja a szovjet rendszerekről, de hát ennek a dolognak egy sokkal régebbi múltja van. Először is a nem marxista szocializmusok több fajtája valóban államkapitalizmust javasolt. Ugye az első komoly nagy szocialista gondolkodó, Saint-Simon, ő maga államszocializmusnak is nevezték későbbiekben, valóban azt gondolta, hogy nem kell a magántulajdont, a szabad forgalmat és a pénzt felszámolni, hanem ezt olyan erőteljes állami ellenőrzés alá kell helyezni, amely biztossá teszi a fejlődést. Nála az egyenlőség nem játszik döntő szerepet más szocialista, korai szocialistákkal szemben. Ő nem volt egy Rousseau tanítvány ebben a kérdésben. Egyéb kérdésekben igen. Tehát neki az volt a véleménye, hogy a szabályozatlan kapitalizmus az nem szolgálja elég jól a műszaki fejlődésnek és a jólétnek, a kényelemnek, az érzéki boldogságnak az ügyét. Ennek folytán helytelen hiedelmekbe süllyeszti el a közönséget, tehát nem pusztán csak a szörnyű, hát ne felejtsük el, amikor írt Saint-Simon a 19. század elején, nem csak a rettenetes nyomor, és a borzalmas fizikai szenvedés, és az alacsony átlag életkor teszi az embereket boldogtalanná, hanem azok a rettenetes hiedelmek, amelyek többek között abból fakadnak, hogy az emberek képtelenek az életük ellenőrzésére, egyszerűen a szegénység folytán. Márpedig az ellenőrzetlen kapitalizmus az szegénységet okoz. Pauperizmust okoz, mondta, ez egyébként igaz, és ez ellen találta ki üdvtanainak különféle variánsait, amelyek óriási hatása volt az egész világon. Nem véletlenül használtam az üdvtan szót, mert magyar tanítványai is voltak. Na most a dolog tovább fejlődött, ez a fölfogás. Egyrészt befolyásolta a munkásmozgalmat. Ferdinand Lassalle, aki a németországi munkásmozgalom igazi megteremtője volt, az államszocializmusnak, államkapitalizmusnak volt a híve,
nem egészen úgy, mint Saint-Simon, de nem megyek be a részletekbe, nincs idő. És ez volt az a pillanat, amikor úgy döntött a német állam vezetőség, vezetése a porosz-francia háború után, amikor az Egyesült Németország megszületett, ez 1971-ben, hogy ennek az államnak a specifikuma, az állami irányítása lesz a gazdaságnak. Most ezt ugye államszocializmusnak nevezték, volt egy ilyen iskola, a katedraszocialisták iskolája, Adolf Wagner, aki ellen már Marx írt, és sok mindenki más, és ez egy bizonyos értelemben hivatalos doktrinája volt a német közigazgatásnak és a német hadseregnek. És úgyhogy mondom, ez egy régi dolog, és kétségkívül a 20. század bizonyos értelemben az államkapitalizmus évszázada volt, tekintettel arra, hogy egészen a század utolsó harmadáig azok a reformkísérletek, amelyek lejátszódtak az egész világon, azok kivétel nélkül, mint az államkapitalizmus egyében születtek, felsorolom a fajtáit, a legradikálisabb ugye a sztálinizmus volt, amely megszüntette a magántulajdont is, és a piaci funkciók jelentős, nem mindegyikét, jelentős részét, a pénz megmaradt, meg az árkényszer, meg hasonlók. Ilyen államkapitalista forma volt ugye a Roosevelt-féle New Deal, ilyen államkapitalizmus formák voltak a szociáldemokrácia által megteremtett különféle modellek, elsősorban a Vörös Bécs, és mindenek előtt ilyen volt. A fasiszta és náci rendszerek ilyenek voltak. Ezek voltak bizonyos értelemben a legsikeresebbek egy ideig, és kétségkívül elértek egy óriási nagy dolgot, amivel megváltoztatták a történelmet, anélkül, hogy igazán győztek volna hosszú távon. Jelesül a nácizmus elsősorban a európai szempontból stratégiailag legfontosabb országban, Németországban. Egyszer mindenkorra legyőzték a munkásmozgalmat, szocialista és kommunista mozgalmakat, és ezt úgy lehetett csak megcsinálni, és ez az érdekes, hogy ehhez egyben a burzsváziát is le kellett győzniük. Tehát lényegében megtörtént az, amitől Marx már 1852-ben a Louis Bonaparte Brümmer 18-ájában aggódott, akkor föltűnt neki. Lényegében Marx rájött arra, hogy lehetséges egy fasiszta kimenete az osztályharcnak. Tehát jelesül nem a burzsázia győz, nem a proletariátus győz, hanem az állam. Ez benne van a Brümmer 18-ában. Aztán mit gondolt Marx a későbbiben erről, azt nem tudjuk, mert többet nem foglalkozott ezzel a témával. Pontosabban csak a Gótai program kritikájában, de ez egy más ügy, szintén nincs idő, bár érdekes, nincs idő belemenni. Na most, ugye, és ez mutatja meg többek között azt, hogy a polgári társadalom és a kapitalizmus az nem ugyanaz. A fasiszták szétverték a polgári társadalmat, és nem szüntették meg a kapitalizmust. A profit motivumtól kezdve az összes piaci szabályozásokon keresztül az állam által politikailag dominált gazdaságban minden kapitalista sajátosság megmaradt. Csak a polgárság elvesztette a politikai hatalmát, a proletariátus pedig, mint politikai szubjektum, megszűnt. Méghozzá, akkor még nem tudtuk, örökre. Soha nem rekonstruálódott. Tehát az, ami valamikor, ugye, és az egész irodalomban és kultúrában megmaradt, mint ugye a eget ostromló, diadalmas proletariátus. Ugye, voltak azok a régi plakátok, ami rá volt Magyarországon, hát meg itt ugye, rá volt írva, hogy éljen a világot megváltó szociáldemokrácia, ugye ez ilyen körben, ugye egy kalapácsos munkás és így tart. Tehát ez az egész, és ezt komolyan gondolták természetesen. Ugye ez az volt a marxi konstrukció, ugye, hogy a proletariátus a saját harcával miközben a saját csoport érdekeit követi, egyben akarva, akaratlanul, tudatosan vagy nem tudatosan, de elsősorban tudatosan, egyben hát ugye megteremti az osztály nélküli társadalmat azáltal, hogy felszámolja saját magát. A proletárius célja nem az, hogy proletár osztályuralom legyen, hanem az, hogy ne legyen osztályuralom semmilyen se. Na már most ez nem így alakult. Igazán doktrinális értelemben tiszta marxi munkásmozgalom soha nem volt.
ezt sokan nem tudták, az illetők közül is azt gondolták, hogy amit ők csinálnak, az marxizmus, de ez lényegtelen, emberi vonás, hogy az emberek mást gondolnak arról, amit csinálnak, mint ami valójában történik. Nyilvánvaló valamennyiünkkel megesik ez, velem biztosan megesett már, és úgyhogy lényegében az történt, hogy a történelmi szocializmusnak, kommunizmusnak, anarchizmusnak az igazi nagy céljainak a végrehajtását, a teljesítését el se kezdték. Lényegében egy osztályuralomnak a megteremtésére voltak kísérletek, ami szintén nem sikerült mellesleg, mármint proletárhatalom sose jött létre, proletárhatalom csak nyugaton lett volna lehetséges, azt pedig tudjuk, hogy nyugaton nem lettek szocialista kísérletek államhatalmi szinten, és ahol pedig magukat szocialistának nevező államalakulatok alakultak ki, azok lényegében hát antifeudális forradalmaknak voltak a győztesei, a régi agrártársadalmak kasztos, rendi sajátosságait megszüntették, a személyes függőséget és egyebeket. Tehát, hogy mondjam, csak ugye a trón és az oltár szövetségét az sikerült megverni. Na de hát nem ez a proletárforradalom célja. A proletárforradalom célja az, hogy megveri a kapitalizmust, nem pedig a trón és az oltár szövetségét, meg a rendi államot, meg nem tudom micsodákat, ugye, amely valamikor a polgárságnak volt a forradalmi feladata, egy bizonyos történelem szemlélet szerint, és következésképpen azáltal, hogy én azt mondom, a kelet-európai rezsimekről, az antikapitalisták, ez nem mondtam semmi különöset. Ez lehet, hogy meglepően hangzik valakinek, aki ezzel még nem ismerős, de hát végülis ez mindegy. A legfontosabb sajátosságok, ugye az idegen munka kizsákmányolása, tehát nem az végzi a munkát, aki a tulajdon, tehát elválik a tulajdon és a munkavégzés egymástól. Ugye ez fönnmarad a testi és szellemi munka különválása, fönnmarad az egyenlőtlenség, fönnmarad a pénz, fönnmarad az egyéb szolgáltatásoktól és cseréktől eltérő árucsere, fönnmarad az értékén kicserélt áruknak az ekvivalenciája a legtöbb gazdasági dologban. Most az, hogy az állam beavatkozása nagy arányú volt a gazdasági folyamatokban, hol nem volt nagy arányú a 20. században? Semmiképpen nem volt nagyobb arányú a sztálini Szovjetunióban, mint a roosevelti Amerikában. Hogyha megnézzük azokat a tervgazdasági sajátosságokat, amelyek másutt is voltak, hát akkor látjuk azt, hogy a Tennessee Valley Authority és a Volga-Don szabályozás, a Volga-Don csatorna szabályozás ugyanazon sajátszerűség mellett zajlott le, csak ezek az amerikai dolgok, hát lévén ez egy gazdag állam, nagyobb arányúak voltak, és persze sikeresebbek is voltak következtében, mert a beruházások óriási volumenűek voltak, és ennek folytán sikerre nagyobb volt az esélyük. Úgyhogy az a helyzet, hogy a kapitalizmusnak a horizontját, azt nem haladta meg semmi. Soha. Most ebből a pontból kiindulva kell ránéznünk a történelemre. Tehát az a fölfogás, hát a szegény Fukuyama miről beszél? Mit értett ő azon, hogy vége a történelemnek? Hát azt értett, hogy vége a szocializmus és a kapitalizmus küzdelmének. Tehát tökéletesen igaza volt. Igaz, ugyan elkésett fel 40 évet, vagy mit tudom, 50 évet ennek a bejelentésével, de egy más kérdés, akkor jött rá, mert nem egy olyan nagyon kiváló teoretikus. De hát ezt a frankfurti iskola teoretikusai a 30-as években az amerikai számüzetésben megírták. Kirchheimer és mások, Pollock, Franz Neumann és mások. Na most, akiktől tulajdonképpen az államkapitalizmus tudományos elmélete származik. Na már most, hát ez a dolog jelentősége, következésképpen mindaz az utópikus energia, ami benne volt ezekben a rendszerekben is, hát azért ne felejtsük el, hogy a rendszereket nem pusztán csak az intézmények és a gazdasági realitások alkotják, hanem azoknak az embereknek a hitei is, akik benne részt vesznek. Hát azért nem lehet úgy beszélni a kommunista rendszerekről, hogy közben úgy teszünk, mintha nem lettek volna kommunisták. A kommunisták léteztek,
és az ő hitük az utópikus természetű volt, és mármint úgy értem, akik csak ugyan hittek az eszmében, és nem pusztán csak bosszúvágy vagy opportunizmus kergette őket a párt soraiba, akik szintén voltak ilyen emberek nyilván, azt gondolták, hogy vége azoknak a korlátozottságoknak, amelyek, hát különösen a kelet-európai, de nem csak a kelet-európai kapitalizmust jellemezték. Én tudom azt, számomra közelről ismert öreg kommunisták, vagy különösen szüleim voltak, hogy az ő egyik legnagyobb csalódásuk az volt, hogy 1945 után is volt útlevél. Hát soha eszükbe nem jutott volna, hogy egy magát internacionalistának nevező rendszer akadályokat támaszt az elé, hogy édesanyám végre egyszer az életben megnézze Budapestet, amit mindig szeretett volna látni. És 1981-ig nem is látott. Na mindegy, pedig hát 1907-ben született. És úgyhogy teljesen, ők még hittek ezekben a dolgokban, hogy vége az egyik legérezhetőbb represszív vonatkozásnak, ami ugye az etnikai elnyomás, a nemzetállamok elkülönítése, és a több sovinizmus és egyebek. Hát erre nem számítottak. Na most, tehát ez az utópikus energia az nagyon hamar kimerült, helyettesítették egyebekkel, a Szovjetunióban mindenek előtt egyfajta messianizmussal. Hát, hogy Oroszország a világ megváltója, ez a fajta, ez egy régi gondolat, hogy a kollektív megváltót a nemzeti közösségre vetíteni, ugye Lengyelország, a népek Krisztusa, stb. Nem egy új gondolat. Tehát ez meghalt egyrészt, másrészt meghaltak azok a modernizációs funkciók, amelyeket szintén beígért a rendszer, harmadrészt pedig hát a kapitalista világ fölötti győzelem és az elmaradott országok gyorsabb fejlődése, mint a fejletteké a szintén a következőben. Tehát ez egy kudarc volt. Csak tudni kell, hogy ennek a kudarcnak a kommunista utópiához nincsen köze, mert mondom, azt nem próbálták ki, és azt nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha valaki ezt kipróbálja. A következő kérdés, az most már egy picit a jelenre fókuszálna. A kötetednek a második felében két nagyon fontos fogalom van, az egyik ugye a posztfasizmus, illetve a másik az etnicizmus. A kötetnek a szerkezetében ez valahogy úgy illeszkedik, hogy van egy része, ami döntően arról szól, amiről többek között most is beszéltél, tehát hogy a marxi hagyatékkal való valamifajta számvetés. Ez a második fele a kötetnek, ahogyan én értem, inkább diagnosztikai jellegű, vagyis inkább a jelenünkre vonatkozó, nem tudom, fogalmakat, megközelítéseket próbál kidolgozni. És hát akinek nem ismerős ez a posztfasizmus, csak annyit tényleg nagyon röviden róla, hogy egyrészt politikai gyakorlatként azt érthetjük rajta, hogy az államon belül megjelennek olyan különbségtételek, amelyek ugye a barát és az ellenség logikája szerint felosztják az állampolgárokat annak érdekében, hogy csökkentsék úgymond azokat az állampolgári előjogokra jogosultak igényét, ha lehet így fogalmazni. Másik aspektusa ugye a posztfasizmusnak talán az lenne, hogy mint ilyen ideológiai gyakorlat, az osztályharcnak az egyfajta elkenéséről szól, vagyis azt éri el, hogy mondjuk a termelők ne a termelőeszközök tulajdonosaival forduljanak úgymond szembe, hanem azzal forduljanak szembe, amit ugye Marx tartaléksereknek nevez. Tehát, hogy újra egy olyan belső, újfajta belső megosztást hozzon létre, amely eltereli a figyelmet az osztályharcról, a harmadik mozzanata pedig egy kulturális szinten jelenik meg, amelynek, ha nagyon leegyszerűsítem, hát végül is az a lényege, hogy a felvilágosodásnak az örökségét valamilyen módon hatályon kívül kell helyezni. Ugye döntően ugye az egyenlőségnek, az egyenlősítésnek a tradíciójáról.
gondolhatunk. És a kérdésem az arra vonatkozik, hogy ez a két fogalom, tehát a posztfasizmus, illetve az etnicizmus, ismét csak hasonlóan, ahogyan Boti kérdez, az érdekelne, hogy ezek a fogalmak hogyan látod, hogyan használhatóak arra, vagy ezeket a fogalmakat hogyan tudnád megvilágítani specifikusan ebből a, nem tudom mi a jó szó rá, kisebbségi, erdélyi magyar, stb. Helyzetből, tehát mi az, amit mi itt mondjuk tanulhatunk ezekből a fogalmakból, mi az, amire figyelnünk kell, tehát egy picit ilyen, nem tudom, ilyen aktuálisabb politikai szinten mire jók szerinted ezek a fogalmak számunkra itt most, vagy akár egy picit, nem tudom, hogy tágabban, ilyen közép-kelet-európai vonatkozásban. Na most ugye a posztfasizmus az, ugye annak az a legföltűnő belső jellemzője, hogy megvalósítja a fasizmusnak bizonyos világtörténelmi céljait, koncentrációs tábor, gestapo és hasonlók nélkül. De nincs szükség, meg lehet tartani a liberálisnak, demokratikusnak tetsző külsőségeket, parlamentarizmusnak hasonló, egyre jelentéktelenebb és egyre kilátástalanabb struktúrákat, amelyeknek semmiféle különösebb értelmük nincsen. Ennyiben igazuk van a reakciósoknak is, akik ezt lenézik. De a reakciósok már sokszor volt igazuk, de attól még nem lesz az ember reakciós. Legalábbis én nem. Na minden esetre ugye a lényeg az, hogy a fővilágosodásnak és természetesen indirekte a kereszténységnek, ahonnan ezek a dolgok származnak. A legfontosabb hagyatéka ebben a kérdésben az, hogy röviden megfogalmazva, hogy mindenki állampolgár. Tehát az emberi állapot és az állampolgári állapot között nincs különbség. Hogyha valakit megfosztanak az állampolgári mi voltától, mindegy, hogy kicsoda, mindegy, hogy hol lakik, az kétség kívül szembeszegül a világi humanizmus és fővilágosodás örökségével egyrészt, és az Isten képmásiság és az Isten előtti egyenlőség régebbi doktrinájával másrészt. Na most ugye ezért van az, hogy szükségképpen minden fasizmus keresztény ellenes, nem csak fővilágosodás ellenes, nem lehet másképp. Hát. Na már most ugye, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy én elvben elismerem a minden emberi személy egyenlőségét, de nem lehet minden emberi személy állampolgárit nálam, ugye? Akkor ugye ezáltal azt mondtuk, hogy az emberi állapot és a politikai állapot, ez két különböző dolog. Na most ugye a nagy forradalmi világnézetek kivétel nélkül azt mondták, hogy ez mondjuk szerényen fogalmazva, hogy ez nem helyes. Ez nem helyes. Nincs olyan emberi állapot, amely nem politikai állapot, és megfordítva. Na most, hogy a fasizmusnak az a lényege, hogy hierarchikus különbséget teremt az állampolgárként azonosított populációk, mindegy kicsodák, és a többiek között. Ez egy olyan fajta különbségtétel, amely strukturálisan a rendi társadalomokra emlékeztet, és ezt a fasizták jól is tudták, ezért nevezték rendi államnak az államukat, nem voltak hülyék a fasizták, tudták, hogy mit csinálnak, és miről beszélnek, és mit gondolnak. Azt én mindig rendkívül utáltam azt a szempontot, hogy aki lenézi a szélső jobb oldalt, az nagyon a téved. Itt, ott gondolatok vannak, és komoly praxisok vannak, és óriási történelmi sikerek állnak a szélső jobb oldal mögött. Na már most, ugye, hát ezért volt szükség egy adott pillanatban a rasszizmusra, és ezért lett szükség az etnicizmusra, amit én, nekem az a véleményem egyébként, a nacionalizmus rég megszűnt, nacionalizmus nincs többé, nem találkozunk vele, nyomaiban sem észlelek soha a nacionalizmus manapság, az etnicizmus annál inkább, a nacionalizmus ugyanis ugye az bizonyos esetben egy régi ideológia, amelyek van egy nagyon komoly univerzalisztikus aspektusa. Hát a nacionalizmus lényegében azt mondja, amit minden szabadságtörekvés, hogy ellenzem az idegen uralmat. Más kérdés, hogy minden uralom idegen. Ez kétségtelenül így van. De többek között egy idegen nemzet szuverén joga
más etnikumok fölött, az is kétségkívül az uralomnak, az elnyomásnak egy fajtája, és a nacionalizmus pedig a nemzeti függetlenség és más nemzeti önrendelkezés és hasonló más fogalmakkal, meg autonómia, nem tudom, fogalmakkal, kétségkívül szembeszáll az elnyomásnak ezzel a formájával. Az etnicizmus pedig nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a különféle kulturálisan, vagy egyébként fajilag, vagy nem tudom, hogy a csodálatosan meghatározott etnikai csoportok primér valóságok, amelyek között nem lehetséges szintézis. Nincs olyan állampolgári állapot, amelyben az etnikai különállás relativizálható lenne. Ez nem ír elő elnyomást, de kétségkívül megengedi. És ez az, ami ugye azt mondják, hát ez a különféle, vannak ennek modern és hipermodern és posztmodern és nem tudom milyen fajtái, amelyek azt mondják, hogy illúzió azt képzelni, hogy vannak olyan döntően közös gondolkodási formák, amelyek az etnikai állapotunktól függetlenül gyakorolhatók. Nem azt mondják, hogy ilyen egyáltalán nem képzelhető el, hanem hogy ez gyakorlatilag jelentéktelen, vagy marginális, vagy nincs, és ebből fakadnak a legkülönfélébb modern etnikai attitűdök. Mit tapasztalunk Erdélyben? Ugye minden derék humanista azt képzelte 1944-45-ben, aztán 1989-90-ben, azt képzelte, hogy a gyűlölködés magyarok és románok között meg fog szűnni, és testvériséggé fog alakulni. Most az az érdekes, hogy a gyűlölködés, annak az éles formái, amelyre az én nemzedékem jól emlékszik a Ceausescu korszakból, az csak ugyan megszűnt. De a testvériség nem jött létre. Mi jött létre? A közöny. A közöny. A román többségnek a politizáló része, ami ilyesmikkel foglalkozik, azt mondja, hogy hát a magyarokkal, akik nem nagyon zajonganak itt, az semmi baj. Hagyjuk, nem érdekes. Mások, mint mi vagyunk, csinálják maguk dolgát, amíg nem elegyednek bele túlságosan a mi dolgainkba, addig felőlünk, mehet. És megfordítva. Ugye hát amikor először tapasztaltam azt, hogy kolozsvári kávéházban székelyföldi és regáti diákok angolul beszélnek egymással, notabene ezt Szabadkán pontű meg lehet tapasztalni szerb és magyar diákokat, mert ugyanis ez nem egy erdélyi sajátosság azért. Valóban van egy elszakadás, amelyből a közöny fakad. A gyűlölet ugyanis az érintkezés egy formája. És már szenvedélyes érintkezésnek egy formát, mert szörnyű és csúnya formája, de kétségkívül az, akinek kitekerem a nyakát, azzal mégis közelségbe kerülök. Ugye? A közöny pedig nem ilyesmi. Ugye? Na már most, tehát összefüggésben egyébként ennek a társadalomnak az általános jellegével, amely a hierarchiát úgy állítja be, mint különbséget, például a férfiak és nők között, magyarok és románok között, stb. De jó, mondhatom az aktuálisabb megkülönböztetéseket, és mindenki tudja, hogy miről van szó, hetero és homó, mit és ezeket különbségnek állítják be, és maga a hierarchikus szabályozás az részben jobb megfigyelő számára nem rejtett, de a fölszínen kétségkívül rejtett. Csinálja a négy fal között a saját szobájában. Ugye ezt ismerik, ezt a szöveget. Na most hát ugye szabad ember az életét nem négy fal között tölti, hanem mindazok a fontos életfunkciók, affektív funkciók, amelyek egy embert jellemeznek, azok megjelennek a nyilvánosságban. És ameddig nem jelennek a nyilvánosságban, addig nem számítanak egy modern társadalomban elismertnek. Ha nem számítanak elismertnek, akkor pedig hierarchia van, méghozzá a hierarchiának egy merev, kasztos formája. Tehát ez egy
mint általában ezek a formák, az dekadencia, visszafordulás, hanyatlás, nem tudom, micsoda, nem fejlődés történet, nem egy egyszerű átalakulás, ezek rossz irányú átalakulások, de kétségkívül a formáik, azok nem olyan szenvedelmesek, kis részben, ez marginális, hogy mondjam, a jelen pillanatban finomkodó államférfiak szónoklatai, finomkodó szónoklatai jelentősebbek politikailag, mint Gigi Becali gesztusa, aki szentelt vízzel beszórta azt az útvonalat, amin a Pride haladt Bukarestben. De ez egy marginális jelenség. Gigi Becali nem érdekes, nem fontos. Groteszk, nevetséges, de nem fontos. A fontos az, aki azt mondja, hogy hát nem kell provokálni a közvéleményt. Hogyhogy nem kell provokálni a közvéleményt? A kérdés nem az, hogy provokálni kell, vagy nem kell provokálni, hanem az, hogy a közvéleménynek igaza van-e, vagy téved. Azt mondani persze, hogy a közvélemény téved, na most ez nem lehet választásokat nyerni, de ez nem egy olyan szempont, ami nekem fontos. Úgyhogy ezt elárulom. Na most... Úgyhogy kétségkívül persze ezek a dolgok benne vannak a mindennapjainkban, nincsenek mindig mérgezett és szörnyűséges formákban, vannak azok a formák, teljesen ártatlannak, vagy ártalmatlannak látszanak és érződnek, mellettük ezt az elidegenedett életet tovább lehet folytatni, ugyanis ez a fajta attitűd megengedi a magánéletet, az elszigetelt magánéletet, amelyben a társadalommal kapcsolatos szuverén döntéseket az egyén nem hozhatja meg. De hogyha ezt eltűri, hogy nem hozhatja meg ezeket a döntéseket, akkor békén hagyják. Hát dolgozik, befogja a száját, hogyha olyan tulajdonságai vagy vágyai vannak, amelyet a többség nem szeret, akkor azokat eltitkolja, és akkor minden rendben van. Ugye? És hát ettől még, hogy ez csöndben zajlik, ettől az még az elnyomásnak egy rendkívül agresszív formája. Ezért nevezem posztfasizmusnak, hát ez nem egy ártatlan dolog. Kétségkívül nem olyan drámai, és hát bizonyos fajta intellektuális éberséget igényel, meg hát bizonyos értelemben nehéz. Tudnék, nincs pátosza egy ilyen helyzettel való szembenállásnak. Hát, hogy valaki azt mondja, hogy hát igenis bele akarok szólni a saját ügyeimbe, ez a mai társadalom nézőpontjától szintén magánügynek tetszik. Nincs mögötte dráma. Ez nem olyan, mint a görög tragédia. Ugye, amikor Antigone megtagadja, amit megtagad, és engedély nélkül megcsinálja, amit megcsinál, akkor ugye, mint az Aiskylosz, és azóta számtalan, és tehát nem csak Szofoklész, aki ezt írta, hanem Aiskylosz óta mindenki tudja, hogy ezek a megszegései a szokásoknak, azok világrend teremtésének és szétrombolásának az aspektusai. És attól még persze, hát azért olyan csodálatosak ezek a darabok, mert attól még, éppen az érdekes, hogy Antigone egy élő ember, akinek érzései vannak, az nem zárja ki a találkozását egy olyan abstrakcióval, mint a társadalmi elnyomás. Hát éppen, hogy az élő emberek, az érző eleven emberek szoktak ezzel találkozni, és ettől van az a speciális boldogtalanság, amely minden osztálytársadalomra jellemző. És specifikusan, ugyanis a megalázottság, a megvetés, a gőg, az alávetettség, az ellen való lázadás, amivel tele van az irodalomtörténet, meg a filozófia történet, meg a vallás történet, meg minden, ugye ez... ennek a következménye, és nagyon könnyű azt gondolni, hogy ez az oka mindennek. Ezt én speciál nem így gondolom. De kétségkívül az egyik legfontosabb problémánk. Ez nem ok, hanem probléma. A problémának vannak okai, de azok nem, az nem maga a probléma, a saját oka. Egy picit visszakanyarodnék ehhez, amit a közönyről mondtál, illetve arról, hogy hogy olyan értelemben nehéz helyzet ez, hogy bizonyos értelemben a politika, nem tudom, abban az értelemben megszűnni látszik, hogy ezek a kérdések úgymond a magánszférában tűnnek föl, és ezáltal képtelenek vagyunk
politikailag affirmálni ezeket a kérdéseket. És inkább ennek az előtörténetéhez kapcsolódik talán egy picit a következő kérdésem. Tehát nagyon izgalmasan és sokat foglalkozó, főleg az Igazság és Osztály című szövegben, a kötetben, azzal, hogy mit is jelent egész pontosan az osztály fogalma, ugye nagyon fontos különbséget teszel a rend és az osztály között, ugyanakkor azt is mondod, hogy az osztály fogalom, amely mondjuk így a 20. század során működött, az egy rendies osztály fogalom volt tulajdonképpen, vagy egy ilyen kevert fogalom, amelyben a rend és az osztály még valahogyan összefügg, vagy összekeveredik. Ez az egyik vonal, amelynek a végén tulajdonképpen azt állított, hogy hát ez a tanulmány egyik utolsó vonat, hogy a munkás kultúra, illetve maga a munkás mozgalom, ezt több helyen állított, tulajdonképpen megszűnt, vége van, ez egy lezárt történet. Másik felül ugye azt is állított, hogy az etnicizmus kapcsán, hogy a nemzetnek, vagy a nemzeti jellegű politizálásnak ilyen értemben ugyanaz a sorsa, tehát annak is vége. Azt is állított, hogy ezzel együtt vége van természetesen a polgári kultúrának is. Ebben az az izgalmas, hogy ugye számomra például nagyon új volt, hogy a polgári kultúrát és a munkás mozgalmat, ha jó a kifejezés, de érteni fogod szerintem, mire gondolok, ezek egymást feltételező fogalmak, tehát nem igazán lehet egyiket a másik nélkül elgondolni. Mégis az van, mondjuk így a kulturális emlékezetünkben, hogy a polgári kultúrát, vagy a modernizációt nagyon sokszor ugye a polgárosodás szinonimájaként használják. Tehát előszeretettel inkább a polgárosodásra, vagy a polgári tradícióra, a polgári értelmiségi hagyományra emlékezünk. Ugyanakkor ennek a komplementerét, vagy azt, ami nélkül nem képzelhető el, tehát a munkás mozgalmat tulajdonképpen kifelejtjük, elfelejtjük ebben a történetben. És a kérdésem az, hogy miért van ez így? Tehát ha igaz az, hogy a kettő egymást feltételezi, miért van az, hogy az egyiketre szívesen, vagy nem tudom, többet emlékezünk, a másikat meg hajlamosak vagyunk elfelejteni, elutasítani, és hasonlók. Mi az oka ennek? Bizony, annyi kaveát, hogy egyszer azért nézd meg a Zorán Bregovics zenekarnak a Bella Ciao előadását. Ugye azért van még emlékezés bizonyos dolgokra, úgyhogy jól ugrálnak rá. És nem beszélve a Kalasnyikov című számára. Hát igen, hogy mi ezzel a baj. Persze, hát hogy. Nem az én kultúrám, hogyha azt akarod, hogy milyen forradalmi dalokat szeretek, én a Leo Ferrének szeretem a Ni Dieu Ni Maître című dalát, az, ha igazi forradalmi dalt akarsz, azt jobban szeretem. Na mindegy. Szóval azt akarom mondani, hogy ugye a polgári osztályformáció, akár a proletár osztályformáció, mindkettő egy univerzalisztikus projekt és ígéret. A polgárság nem azért jutott a hatalomra saját bevallása szerint, hogy a polgárság uralmát készítse elő, hanem az emberi jogokat, az összes többi egyéb smoncát, ami ezzel jár. Na most következésképpen a polgári életforma akkor igazolható, és a legjobb tanúm erre Stendhal, hogyha mutatja azokat az emancipációs jeleket, amelyek a francia forradalomban benne vannak, mint ígéretek és mint eszmék. Most ugye Stendhal mindegyik nagy regénye, nincs olyan sok, sajnos én még olvasnék milyen Stendhal regényt, ha lehetne, mindegyik azt mondja, érdekes módon, teljesen hasonlóan ahhoz, amit én a szocializmus szoktam mondani, hogy sajnálatos módon ez nem lehetséges. Tehát ő az, aki látja szemben mondjuk Hegellel, hogy Napóleon ez egy mitosz. Ami persze megbetöltötte egy generáció szívét. És nem azt értik rajta, hogy mit tudom, ilyen zsarnoki volt, meg mit tudom, ilyen, pont ellenkezőleg nyilvánvalóan nagy felszabadító,
És hát persze ugye az az ember, hát a romantikus mítosz az ember, aki saját kezüleg, ő egyedül, ugyebár megtörte a nem tudom micsodát, és lehozta a földre nem tudom micsodát az égből, és igen. Na most a, ugye, tehát rögtön, amint megjelenik komoly formában az emancipációs bizakodás polgári eszméje az irodalomban, azonnal a csalódás formában jelenik meg. Rögtön. Nincs más ábrázolása. A dezillúzióval, nem az illúzióval kezdődik, hanem a dezillúzióval kezdődik. Ez, és hát onnan már nem egy olyan hosszú út Flaubertig, azért tulajdonképpen. És ugye, és hát ugye csak az a különbség, hogy Stendhal ezt tragédiaként éli át. Flaubert hősei pedig nem. De gondoljunk bele, az egyik legszebb szerelmi jelenet, amit valaha életemben, amiről olvastam, az a következő. Ugye, hogy a fiatal ember, aki férj és asszonyban szerelmes, ott áll, ugye Stendhalban van, ott áll a Lucien Leuvenben, ott áll az ablaka alatt az asszonynak, és szivarozik. És ez nem az olyan kedves nekem, mert én 43 évig szivaroztam, hanem és szivarozik, és az asszony pedig elrejtőzve a sötét szobában, a függöny mögött nézi ezt a fiút, és egy kis papírtölcsert tesz az ajkai közé, és valahogy részt vesz így az ő szivarozásában, és a fiú közben nem tudja, hogy ez a nő szereti őt tulajdonképpen, amely ő vágyna, hihetetlenül vágyna, hogy ez a nő szeresse őt, és ő nem tudja, hogy igen, szereti, már szereti titokban. És ugye ez Stendhalnál ez a helyzet, ez egy tragédia. A félreismerés, elkerüli egymást a két nagy szenvedély. Szóval igazi tragédia. Az is, persze. És a Flaubert hősei pedig ugyanezeken a helyzeteken hát kinevetik saját magukat. Naív marha voltam típusú, fiatal voltam. Tehát a Stendhal még komolyan veszi ezt a dolgot, az nem nevet, akkor is, hogyha kudarcos, meg sikertelen, nem gondolja azt, hogy a szerelem az nevetséges. Na, azt nem gondolja. Csak azt gondolja, mint a forradalomról, meg egyebekről, hogy hát sajnos nem lehetséges. Azt nem gondolja, hogy nevetséges. Meg hogy nem érdemes érte szenvedni, vagy tönkre menni. De Flaubert pedig azt mondja, hogy ugyan. Látom, hogy tönkre mész bele, nagy szamás sem. Na most, ugye, ez egy rettenetesen nagy különbség. Na most hát, ugye, amikor, és hát ezen a rövid úton halad a polgári kultúra, a klasszikus polgári kultúra a saját magáról való tudásában. És következésképpen ilyen igazi, komoly, nagy politikai identitások a polgársághoz ilyen negatív módon kapcsolódnak. Tehát a polgári kultúra az előteljesen destruktív, önkritikai, ironikus, a fő formái azok ambivalensek, és a többi természetesen. Hát ugye az egész mégiscsak egy nagy igazságtalanságon alapszik, ugye? Mégiscsak egy kiváltságok, egy rendszerén alapszik. Hát nyilvánvaló, ahhoz, hogy valaki Proustot olvasson és Bachot hallgasson, az sok minden kell, többek között szabad idő. Többek között szabad idő kell hozzá, és olyan szabad idő, amelyet nem szaggatnak apró csíkokra a hétköznapi gondok. Ez egy bizonyos fajta jólét minimum szükséges ahhoz, hogy valaki koncentrálni tudja. Hát, hogyha valakinek az éhes gyereke sír a másik szobában, az nem tud koncentrálni. Föltéve, hogy ember és sajnálja a szegény gyereket. Na már most, ugye, meg saját magát ebben a szörnyű morális helyzetbe került. Na most, ugye, ennek következtében, ugye, privilégiumra, igazságtalanságra, hierarchiára épülő kiváltság, mint a szabadság kezese,
ez mégiscsak egy ellen, önellentmondó morális helyzet. Hát nem csoda, hogy ez ilyen ambivalens. És persze, hogy emlékszünk rá, mert ezek a formák, ezek a modernség alapformái, és hogy mondjam, ha még emlékeznénk rá, azért ugye a csalódott kommunista alakja, hát Kelet-Európában különösen, hát az az egyik legismertebb, legközismertebb kulturális figura. Ugye, és több hullámban is zajlott le. Ugye voltak bizonyos értelemben ilyen pozitív morális kimenetelei, a lázadók, mit tudom, Sztálinistának indult, de 56-ban, mint forradalmát kivégezték, hát egy megigazulási folyamat, keresztül mentek, ugye, ami egyébként ugyanannak a megváltás gondolatnak a egyik variánsa, amiért kommunisták is lettek, mindegy, de kétség kívül a struktúrája hasonló. Hát a privilégium miatt rossz lelkiismeret, hát hogy nem van bonyolult. És most ezt a régi társadalmat azért nem ismerik. Tehát hogy mondjam, lelkiismeret furdalás azért, mert valaki pap volt. Ez nem egy jellem, biztos előfordult, mert minden előfordul. De semmiképpen nem egy jellemző dolog. Ugye az mégis a leghosszabb ideig tartó, legsikeresebb ideológiai elnyomó intézmény, azok mégiscsak intézmények, azok a keresztény egyházak voltak, tehát nem szabad megfelelkezni a keleti egyházakról sem, amely szintén pontan elnyomó struktúrát képviseltek, mint a nyugati római egyház, és de ott nincsen ebben az értelemben vett privilégium. Mert ugye a pap egyben áldozatot is hoz. Nem pusztán csak egy privilegizált ember, hanem hát különösen a szerzetes, ugye, szüzesség, szegénység, engedelmesség, ezek áldozatok. Ugye, tehát nem a privilégium, tehát nem arról van szó, hogy én gazdagabb és szerencsésebb vagyok, mint mások. Egy igazságtalanság miatt. Valami más. Tehát magának ez a csalódottság, ez a rossz lelkiismeret, ez egy modern sajátosság. Úgyhogy mindenfajta emlékezettel problémák vannak ennek következtében. Tehát ugye addig, ugye egyetlen olyan magyar műről tudunk, de az egész világirodalomban sincs sok, ez a Dérinek a befejezetlen mondata, ahol ugye azért lehet viszonylag szabadon emlékezni a dolgokra, mert a Déri szemében a polgárság rossz lelkiismerete megváltódik, mert nem sokára vége a polgári világkorszaknak, győzni fog a forradalom, a proletár forradalmának pedig nem kell röstelnie magát, és nem kell rosszul érznie magát, mert ő még harcol az igazságosság győzelméért, nincs hatalmon, nincs a privilégiumok birtokában. Az egyik önkritika és lázadás formájában megszabadul a privilégiumoktól, másik nem tett rá szert. Ez egy olyan történelmi, hát fiktív, de történelmi pillanat, amelyben ez éppen sikerült a szerzőnek, mert éppen ezen a állásponton áll, na jó, megfilm, és tehetséges ember, meg jól ír, ez egy más kérdés. És úgyhogy ennyi van, és hát a nagyon nehéz emlékezni, a munkásmozgalomnak a pozitív vonásaira, annyira szokatlan. Hát gondolj be, most ezt befejezem gyorsan ezt a válaszomat, másokkal is akartok beszélni velem. Mert mi a munkásmozgalom egyik legfontosabb karakterisztikuma, ha visszanézünk rá most már, mint múltra? Ez történelem. Szocializmus befejeződött. És nem a kelet-európai szocialista rendszerekről beszélünk, most szocializmus, mint világmozgalom, és mint a 19. és 20. századi történelem középpontja, legfontosabb eleme, megszűnt. Na már most, e körül folyt a harc. Na most, ennek nem muszáj örülni, de így volt. Tény az, hogy a munkásmozgalom az első olyan mozgalom, az egyetlen a világtörténelemben, amely szubaltern osztálynak magas kultúrát teremtett. Filozófiát, irodalmat, zenét, építészetet, újságírást, doktrinákat, társadalomtudományt. Hát ugye a régi elnyomottaknak miük volt? Hát folklórjuk volt. Orális népművészetük volt, amelynek a lényege társadalom értelemben a panasz.
Cahiers de doléances. Ugye így hívták 14. Lajos idején, erről még írtam, mert régen megjelent a Téka sorozatban, a kritériumban, egy erdélyi jobbágyok panaszlevelei című könyvecske. És ez ugyanaz, mint a Cahiers de doléances, csak összegyűjtötték később. A francia parasztok voltak annyit a szabadok már akkor, hogy ők maguk gyűjtötték össze és adatták ki. Benne voltak a panaszok a társadalmi állapotaik miatt, amit a királyhoz intéztek. Panasz. Hát indokolt és szívbe markoló panaszok egyébként. Nem arról van szó, hogy ez morálisan vagy esztétikailag nem magas rendű, de kétségkívül nem kellett hozzá intellektuális technika, meg műveltség, meg nem tudom micsoda, ami nem volt meg, és nem lehetett meg, de ezt megkapta, ugye, mint egy szervezet munkása 20-as, 30-as években, a maga a szociáldemokrata szakszervezeti szemináriumaival lényegesen műveltebb volt, mint egy mai értelmiségi. Lényegesen. Olvasottabb, stb. Tapasztalatból is tudom, mert én ismertem még ilyen embereket, kétség kívül elképesztő könyvműveltség és könyvmolyság jellemezte őket, és kik töltötték meg a Bartók koncerteken a nézőteret. Hát földobott valaki ilyen pici kavicsot, az minden esetben egy kommunistára esett. Úgyhogy az semmiféle más. Úgyhogy, és azt én tudom, hogy egy szegény ápolónő mennyit spórolt arra, hogy elmehessen egy Bartók koncertre, amely számára egyszerre volt egy művészi élmény és egy politikai aktus. Hát ugye a nép művészete, a hétszentség itt neki. Persze. Ugye? Nem pedig az opera, ugye, ami a polgárság művészete volt, és amelyet az ápolónő, akiről beszélek, az anyám volt, mélységesen lenézett. Pompa, ciráda, aranydíszek, mit tudom én, pompás szoknyák, nyakláncok. Hát micsoda dolog ez? Nem ilyen az élet, mondta anyám, hanem az élet az pont olyan, mint a pentaton népdalokban. Így érezte. Jó. Na most úgyhogy ezek adó befolyásolják az emlékezetünket ebben a dolgokban. Még mesélhetnék sokat, de nem fogok. Igen, nem tudom, időben... Hát kérdés, a közönség még mennyire bírja ezt a mesedél után. Most jön a java, csak. Az emlékezés és a felejtés motivumánál maradva... Elbeszéled a szocialista munkásmozgalomnak a történetét, ugyanakkor ezt a történetet talán lehet úgy is olvasni, mint a kommunizmus felejtés története. Valahogy, valahogy mindig nem tud színről színre megjelenni és megvalósulni az a valami, amit kommunizmusnak nevezhetnénk. Valahogy mindig kisiklik, nem egészen úgy fogalmazzák meg, félreismerik. És erről szeretnélek kérdezni, hogy mi ez, ami így rejtőzködik. Az eredendő bűnön kívül. és miért? Jó, hát igen, ez kétségű, így van. Ugye hát miről lehet fölismerni, ugye a kommunistákat, és amiért a kommunistákat nem szerették. Ugye, azok, akik nem voltak azok. Hát a gőg. Hát ugye természetesen megvolt, mint minden forradalmi közösségben, amely áldozatot vállalt, megvolt az áldozatvállalásnak az a büszkesége. Amit ugye kommunisták egymás között nem érzékeltek, mindenki mást a fene evett meg tőle, mert kellemetlen volt szembesülni vele. Hát mondván, hogy én mindent vállalok, érted, te mit vállalsz? Ez egy nagyon kellemetlen morális helyzet és beszélgetés helyzet. Akkor is, hogyha ez hallgatólagos. Most írtam ugye az észbeszélőt, hogy miért népszerűtlenek a baloldali javaslatok és fölvetések. Mert mindegyikben van nyíltan vagy burkoltan erkölcsi szemrehányás.
Nem csak az van benne, hogy méltánytalansága, mint a menekülteket nem beengedni. Na, az is benne van, bár nem kimondva, hogy ha te azt mondod, hogy nem szabad őket beengedni, te tulajdonképpen rossz ember vagy. Ez van benne elrejtve. És hát ezt azért senki nem szereti. Jó, persze. Úgyhogy, és hát ezt el kell ismerni, hogy kétségkívül ennek a mozgalomnak a egészen máig, amennyiben még létezik kis formákban, amit tapasztalhattam ebből Nyugat-Európában, meg Dél-Európában, kétségkívül ez megvan, ez a fajta büszkeség, abszolút. És hát amiből származnak egész kellemetlen dolgok, mint az a radikalitási versengés, az a jobb, aki radikálisabb, és a többi hasonló dolog, ami kicsit mindig megmérgezte a mozgalomnak mind hétköz, mind ünnepnapjait. Rátérve a dolog lényegére. Ugye van egy nagyon komoly intellektuális akadály, amely részben párhuzamos azzal az intellektuális akadállyal, amely sok embert megakadályozott az idők során, hogy megértse, hogy mi történt Kant filozófiája következtében. Vagy minek kellett volna történnie. A filozófiában, hát jelesül ugye, hogy kimondatott az, sok egyéb mellett, ami Kantban benne van, hogy amit fölfogunk a külvilágból, az a külvilág fölfogása. Mi azzal találkozunk. Mi a gondolatainkkal találkozunk, és nem a világról alkotott gondolatainkkal találkozunk, és nem a világgal. Mindig ott van a mi gondolatunk, a szubjektivitásunk, a világ, és közöttünk soha senki nem fogja a világot, amikor a tisztaságában a valóságot megérteni. Isten, mondja Kant. Az igen, az más. De hát mi nem vagyunk istenek. Na most, ugye, van egy ezzel párhuzamos, ezzel analóg nehézség, és ez a következő. A hagyományosan, méghozzá ez az egyik legerősebb hagyományunk, amely a két legnagyobb tradíciónkból származik, a görög-római filozófiai hagyományból és a bibliai hagyományból egyaránt, az, ebben sok minden nem közös, de van egy-két dolog, ami közös, és az pedig, hogy azért javíthatók ki a társadalmi igazságtalanságok, mert az társadalmi igazságtalanságokat emberi tökéletlenségek és hibák okozzák, emberi tökéletlenségeket és hibákat pedig kellő erkölcsiséggel meg lehet haladni. Van egy ilyen általános hipotézis. Nagyon fontos hipotézis, hát ebben olyan kedves szerzőim hittek mélyen, mint Tolstoy. Hát aki azért mégsem egy tréfa dolog, amit ő gondolt meg, tett. Ugye? És ugye vele történt meg az a sajátos dolog, ugye, amikor hadseregben volt, hogy egy tiszt megkorbácsolt egy közkatonát, amit a cári hadseregben nem volt ritkaság. És akkor azt mondta neki, Tolstoy, az ifjú hadnagy, azt mondta neki, hogy de százados úr, ön nem ismeri az evangéliumot. Mire az illető azt mondta neki, hadnagy úr, ön nem ismeri a szolgálati szabályzatot. És na most hát ez nem tréfa dolog, persze, ez nagyon, nagyon komoly dolgok, és ugye a Marxnak a történelmi jelentősége az kellett volna, hogy legyen, ugye megmutatta azt, és hát nekem meggyőzésem szerint ebben igaza volt, hogy a kapitalizmus legfontosabb sajátosságait nem emberi szándékok hozzák létre. A kapitalizmus megszerveződése és kialakulása személytelen. Személytelen algoritmusnak a következménye. Nem lehet rámutatni valakire, aki ebben hibás. És többek között az is mutatja, ugye, hogy a kapitalizmus a legkülönfélebb politikai formák mellett tudott virágozni. Hát virágzik, ugye, mit tudom én, Svédországban, és virágzik Kínában. Ez mégis eléggé különböző politikai rendszerekről beszélünk. De azért ezek lefordíthatóak, ezek a dolgok, a gazdasági rendszerek Hát ugye, osztalék, részvény átlagos tőzsdei értéke,
nemzeti össztermék nagysága, gyorsaság, fejlődés gyorsasága, fogyasztási cikkek átlagos ára és hozzáférhetősége, stb. Ezek összehasonlítható adatok. Holott az emberek kulturális szokásai, meggyőződései, praxisai távol állnak egymástól, hogy finoman fejezzük ki magukat. Na most, ugye Marx azt mutatta ki, hogy ez egy személytelen, névtelen, önműködő folyamat, ami létrehozza a tőkét. Na most ez tudományosan izgalmas, morálisan viszont, ha tetszik, lefegyverző. Mert hogy általában ugye akkor szoktak azok a szenvedélyeink támadni, amelyek hozzájárulnak az igazságtalanság csökkenéséhez, amint meg tudunk végre haragudni valakire. Meg tudunk haragudni azokra, akik okozzák az igazságtalanságot. És ez egy természetes, egyszerű emberi dolog, és hát sokáig, és ami érdekes, ez sokáig így is volt. Mert ameddig ugye a rendi, kasztos társadalmakban a politikai részvétel, tehát az uralomban való részvétel lehetősége egy bizonyos embercsoporthoz való tartozástól függött, például nemesi származásúnak kellett lenni, ugye a hivatal képesség, tehát az, hogy valakinek állami funkciója legyen, tehát részt vesz a hatalom gyakorlásban, az csak nemes ember lehetett, hogy nagyon sokáig. Zárójel. Nemrég sokatszor olvastam, hogy Hajnóci Péter író azért vette fel a nevét, mert egy előkelő nemesi származású írónak a nevét vette föl. Hajnóci József pontos arra volt nevezetes, ő volt az első alispán, aki közrendű volt, és nem volt nemes, zárva bezárva. Tehát már nem is emlékszünk vissza arra. Igen. Hát ugyanis nem voltak ilyenek. Tehát az, hogy ő milyen ritka dolog volt ez, azt már elfelejtettük. Na most, szóval, és ez egy biopolitikai sajátosság volt. Hát ugyanis a nemesi jogcím az öröklődött. Ezek a nemesek fiai. Háramlott át öröklés révén. Biológiai vonalon családokban öröklődött. Na most következésképpen azonosítható volt a privilégiumban részesülők csoportja biopolitikailag azonosítható volt. Tudtuk, hogy kik a nemesek, büszkélkedtek is vele, és életformában, mindenféle tekintetben, elzárkózásban nagyon elkülönültek mindenki mástól, és olyan fajta privilégiumaik voltak, amelyek az életformákat megszabták. Hát még a régi görög típusú, ugye, aki nem végez testi munkát, az megalázó. Ugye a testi munkát azt a szolgák végzik. Nemes ember ugyan edzi a testét, ugye, mert lovagol, meg vív, meg mit tudom, miket csinál, sportol, ugye, amelyek semmi köze a munkához, pont az ellenkezője, és de hát nem végez testi munkát, nem szolgál ki más ember. Nem visz oda kérésre egy tárgyat másnak. De megnéznénk egy régi illemtankönyvet, nagyon tanulságos látni azt, hogy mik egy nemes ember, hogyan tartja meg a kasztos tulajdonságait. Ugye az Indiában, ahol igazi kasztos társadalom, azt el is lehet veszíteni. De klasszikus azt mondja, házasodik egy rangján alulival, ez minden kasztos társadalomban megvan, de hát egyebek is például, hogyha mert elszegényednek nemes emberek, ugye Indiában, és akkor elvégeznek alantas munkákat, és elvesztik a kasztjukat ezáltal. És ez élet lehetőség, stb. Na most, ilyen a modern társadalomban nincsen, vagy marginális. És ez ugye hát a kapitalizmus egyik fő mítosza volt valamikor, hogy szegény ember saját erőfeszítései révén gazdag lett. Egykori cipőfűző árusból lett milliómos pénzmágnás, és így tovább. Tehát aki valamikor dolgozott a kezével, nem szégyen. Nem szégyen. Egyszerű ember, de sokra vitte. Szóval ismerik ezeket a meséket. És ez egy egészen más felfogásra mutat. Ez bizonyos értem, ez egyenlőség elismerése. Képmutató elismerése, de elismerése. És ezért a
A kommunizmusnak nincs ebben az értelemben, a kommunizmus igazi mély gondolatának, nincsen egy patetikus és elmesélhető narratív története. Mert nem lehet. Filozófiája van. Ugye? Az van neki. De története az nincsen. Nem is lehet. Mert hiszen egy fogalomról van szó, amelynek az önfejlődése, vagy a Hegel szépen leírta, az önfejlődése hozza létre a rendszert. És tehát azok a fölfogások, miszerint a kapitalizmusban döntő szerepet játszik, amit tudom én, a nyerészkedés, meg a anyagiasság, meg nem tudom micsoda, ezek kétségkívül olyan tulajdonságok, amelyek kifejlődnek egy kapitalista társadalomban, meg kifejlődtek azelőtt is, hát különben nem volna tele vele az Ószövetség, ugye akkor is szidalmazzák ugye az anyagias embereket, meg a pénzt bálványozó személyeket, minden régi kultúra tele van ezekkel a vádakkal és szemrehányásokkal. Tehát ebben semmi specifikusan kapitalisztikus nincsen. Kapitalizmus kedvez ezeknek a dolgoknak, kapitalizmus is kedvez ezeknek a dolgoknak, és ilyen történet nincsen. Most márpedig biblia olvasó kultúrákban a legfontosabb fogalmaknak történetük van. Tehát mi pedig ilyenek vagyunk, következésképpen ezt nem nehéz másképp elképzelni, nekem is, pedig hát ugye eszmékkel és fogalmakkal foglalkozom, és mégis néha nehéz elképzelni. És nagyon sokszor ugye átváltott a kapitalizmus elleni szenvedély, a tőkés állam elleni szenvedélybe, amely magát az elnyomást konkrétan gyakorolja, ugye jog és jogszerűnek minősített erőszak révén. Igen, ezért. Többször érintetted ezt a kérdést, hogy a kereszténységnek valamilyen több rétűen van köze, akár nem tudom, az általában russzói szocializmusnak nevezett, akár a marxi szocializmusnak nevezett, nem tudom, radikális modern politikai mozgalmakhoz. Itt az ideje, hogy elkezdjük olvasni a kötetet, egy idézetet olvasnék föl, és a kérdésem az... Mindjárt arra, befejezzük nyugodtan. Nem fogjuk befejezni. Vége a Magyar Napoknak, most már csak beszélünk. Szóval a kérdés az arra fog vonatkozni, hogy meg tudod-e fogni nekünk azt, hogy a kereszténységnek és a radikális politikáknak mi az összefüggése. Ezzel nyilván meg tudod, csak ki tudod-e fejteni, ez az idézet talán segíteni fog. Egyébként nem egy rétű ez a viszony a kötetben, de én a legelső szövegből olvasok egy részt, azt mondod, hogy a kommunizmus, mint minden profétai dogma, forradalmi erkölcsi doktrina, természetesen elutasítja az önzést, a sekélyességet, a képmutatást és a konformizmust, de nem konzervatív, hanem fölforgató, és ebben egy az evangéliumokkal, amelyek persze a legradikálisabb tant hirdetik, ami egyáltalán elképzelhető, kettős pont, nem becsüli a munkát, a katonai erőszakot, a házasságot és a családot, nem bálványozza a halált, és ami a fő, nem törődik a következményekkel. Idáig tartott az idézet. Hogyan függ össze szerinted a kereszténység, mint nem tudom, mint hit, mint kinyilatkoztatás, és a modern radikális politikák? Hát ugye csak arra utalok, amit te is kiemeltél a könyvemről írott bírálatodnak a címében. Hát van az a híres újszövetségi mondás, ugye, hogy és a mezők liliomait kiruházza. Ugye? Azaz, amikor azt mondják Jézusnak, hogy ezek a mindennapi élet követelményei, és hogyha nem veszünk részt a szokásos eldologiasodott formáiban a társadalom életnek, akkor egyszerűen éhen fogunk pusztulni. Mire ő azt mondja, és a mezők liliomait kiruházza. Többek között erre való a hit, hogy ne törődjünk a következményekkel, hanem azzal törődjünk, hogy mi a helyes. Hát ez azért nagyon kemény. Ez a következmény etikának a legradikálisabb elutasítása, amit valaha megfogalmaztak a világtörténelemben, és ez egy olyan attitűd, amely egy óriási csábításként jelentkezik.
egy alapvetően persze pont ellenkező bölcsességre fölépült társadalomban, és az a sajátosság ennek a dolognak, mint minden ilyesminek, hogy a célszerűen fölépített intézményességet, amelyet ugye a nem keresztény politikai filozófiák, hát a legfontosabb dolgok között tartanak számon, mindenek előtt ugye a görög-római antikvitás, Arisztotelész, erre azt mondják, hogy nem. Nem. Nincs adófizetés, nincs kamat, nincs polgári felsőbbség, nincs háború, semmilyen körülmények között nem ölünk embert. Ugye amikor azt mondják, hogy hát Jézus, hát mégis hogy lehet így élni? Hát ugye mégis az emberek házasságot kell kötniük. Nem. A kereszténységnek nem a keresztény házasság nevű izé az eszménye, hanem a szüzesség. A no sex az eszménye. Hogyha belenézünk egy mai keresztény egyházba, látjuk, egész nap a szexualitással foglalkoznak reggeltől estig. Sex on the brain. És a ugye hát a homoszexualitás a pro és kontra, meg összes többi, abortusz, én nem tudom, micsoda, sok gyerek, kevés gyerek, mit tudom, micsoda. Na most, a, ugye, egy érdekes egy keresztény egyháztól, amelynek ez a dolog tök közömbös kéne, hogy legyen. Mert az, hogy az emberek milyen formák között követik el a bűnt, hát azért egy, mi köze ahhoz egy keresztény egyháznak, amelynek a, tulajdonképpen egy biznisze az üdvösség, nem? Na már most különös. De hát ez pont így lehet megkérdezni a szociáldemokrata pártok, hogy mit műveltek itt. Na most ugye és az intézményellenesség, a földi tartósság és a földi örökkivalóság megvetése, hát nem, mire való az, hogy egy híres ember legyek, és a halálom után emlékezzenek rám, úgyis mindjárt vége az egésznek. Vége az egésznek. Nem érdekes. A földi életnek meg kell szűnnie ahhoz, hogy tökéletesek legyünk, mint mennyei atyánk. Ami az egyetlen komolyan vehető erkölcsi felszólítása, amit a megváltó hozzánk intéz. Legyetek tökéletesek. Ez meg az, hogy tessék részvevőnek lenni, meg szociálisan felelősségérzettel rendelkező, mit tudom, micsoda. Nem, tökéletesség. Nem meggondolt bölcs házasság, hanem szüzesség. Nem jól felépített állam, hanem a tiszta erkölcsi élet, amely nincs kényszer. Ja, hát nem lehet messze menni, hát mi van ezen túl? Semmi. Úgyhogy ez kétségkívül a radikalitásnak a legvégletesebb formája, és hát ugye évezredek óta dolgozunk rajta, hogy ezt meghamisítsuk. Ugye ez komolyan, ez a nagy munka ez az emberiségnek, egy egész jól sikerült. Amiért nem csoda, ez banális, hogy ezt sikerült meghamisítani, persze. De hát ez a közeg. Hogy mondjam, ilyen értelemben minden kommunizmus anarchizmus, és nem képzelhető el egy elnyomás és kizsákmányolás nélküli társadalom, amelyben rendelkezésre állnak az elnyomás és kizsákmányolás strukturális föltételei. Hát, vagy a fenében lehetnének. Úgyhogy, de kétségkívül, ugye ehhez vannak föltételei egy vallásnak, amely egy nem aktívan, nem vallásos világnézetnek nem lehetnek meg, garanciák, az örök élet és egyéb apróságok, de azért mégis hát óriási párhuzamok vannak, természetesen. És hát ugye, hogy nevezték az első keresztényeket a környezetükben? Atheoi. Ugye ez volt a nevük, ugye, istentelenek. Isten tagadók. Hát hiszen az akkori világ számára ismerős isteneket tagadták, még az nem csak abban az értelemben, hogy tagadták a több istenhitet, nem tudom is el, hanem hát nem azt mondták, hogy Isten kinyilatkoztatta az igazságot, hanem azt mondták, hogy
szeresd a te isteni atyádat teljes szívedből és teljes lelkedből. Micsoda? Az a megoldás, hogy szeressek valakit, akiről nem is tudom, hogy létezik-e? Hát micsoda kockázatos dolog, micsoda felelőtlenség ez tulajdonképpen. Hogy? Erre lehet rábízni az életünket? Hogy egy fiktív személy iránti szeretetre alapozzuk a cselekvéseinket? Micsoda dolog ez? Szép dolog ez. Én esetre. És, de hát kétségkívül, ugye ez a minden forradalmiságnak azért az alapsejtje és az alapformája. Igen. Úgyhogy ennyiben, persze. Meg különben is, persze, hát, de hogy mondjam, a kommunizmusnak olyan egyszerű elemi sajátosságai, mint a magántulajdon eltörlése, meg a házasság eltörlése, meg hát nem tulajdonolni embereket, de egyben a rabszolgásság eltörlése, és a többi, hát ez meg volt millió, hát megvan buddhizmusban, megvan Plátonnál, ezer helyen megvan. Ebben nem eredeti az új szövetség, benne van persze, de ebben nem eredeti az új szövetség, abban eredeti, amit próbáltam itt önöknek elmesélni. Jó, egy utolsó kérdés, rövidre fogom, mert nem szeretném visszaélni a közönség türelmével, amit megteszek most ezúton, a szabadkozással. Szóval a kereszténység és a szocialista munkásmozgalom közötti mély kötelék. Az megérezhető abban a történelmi felfogásban is, ami érvényesül talán persze kisebb modifikációkban mindkettőben, ami egyfajta teleológikus, messianisztikus történelmi felfogás. A jövőben van egy pont, ahol megtörténik a megváltás. Persze ennek sok árnyalata van. A te munkásságod, és nem csak az antitézis, most erre a részére értem a munkásságodnak, nyilván ez egy hosszabb történet, az antitézis és az utána írott tanulmányaid, esszéid, megtartott beszédeid, azok mind arra utalnak, hogy ez a szocializmus, ez múltá lett, ami alapjaiban ássa alá ezt a teleológikus történelem felfogást. Az én kérdésem az, hogy milyen történelem marad ezután? Csekési. És mennyiben érinti ez azt a fajta historizmust, amit te nagyon érzékenyen használsz, és amit a marxi örökség egyik lényeges pontjának tartasz, és amit magára a marxizmusra is alkalmazzol ebben a könyvben. Hát ez nehéz kérdés, igen. Ugye természetesen nem tudhatom, hogy mi marad ebből az egész dologból, mint hogy ugye volt az az ismert anekdota Chuen Lai kínai miniszterelnökről, akit megkérdeztek, hogy mi a véleménye a francia forradalomról, és azt mondta, ezt még korai megítélni. Mondta ők 1960-ban. És igen, hát ezt még korai megítélni, nem tudom pontosan, mi lesz ennek a következménye. Tehát a válaszom az részleges lesz. Néhány ponton látjuk a következményeket, vagy azt hiszem, hogy lehet látni a következményeket. Az egyik az a különféle dekadens szörnyűségen kívül, amiket láthat bárki, aki kinyit egy újságot, azt abban látom, persze ez talán ez a legfontosabb, ugye, hogy elvárjunk egy nemzedéktől, amelyet megfosztottak a reményeitől, úgy cselekedjék, mint hogy volnának reményei. Hát ez nem fog menni. Ezt megmondhatom előre, hogy ez nem fog menni.
amit láthatunk a mai különféle tragédiákban, a környezetszennyezéstől, a egyszerre tragikus és idióta afganisztáni válságig és összestől. Na most, nem erről akarok beszélni, hanem arról, úgy látszik, minthogyha, és ez a lehető legrosszabb, minthogyha azok a vonások, azok a tulajdonságok, amelyek a jelenkori, tehát kései és hanyatló és dekadens kapitalizmusban megjelennek, azok a győzelmük révén természetesnek, természetinek tűnnek. Nem is annyira történetinek, nem is annyira társadalminak, hanem természetesnek. Nagyon sokan gondolják azt, hogy mint minden utóbbi is megbukott, mert az emberi természet, mit tudom, önző, meg én nem tudom milyen, következésképpen mindenféle utópikus megközelítésben nem származhat más, mint szenvedés, fölösleges bíbelődés dolgokkal, amelyek nem hasznosak, mit tudom én. Na most, ez tragikus. Tehát ugye visszaesünk egy olyan fajta ideológiába, amely kifejezetten szociális eredetű vonásokat természetieknek tart fönn, természetieknek nyilvánít, és az ilyen természetivé álmodott erők közötti konfliktusokban látja a dolgok lényegét. Hát ez pedig a nácizmus, ugye? Hát mi a fene? Hát ez a nácizmus. Ugye? Most ezt mondom, nem kell történelmi értelemben nácinak lenni, és belépni az NSDAP-ba, és amely már nem létezik, hála Istennek, meg a Gestapo-ba, amely szintén nem, vagy SS-be. Nem erről van szó, meg lövöldözni, meg gázba vinni embereket, nem erről van szó, csak arról van szó, hogy tragikusan adott az ember természetében mindaz a gonoszság és önzés, amit tapasztalunk. Minden javítási elképzelés, moralizálás, üres duma, álmodozás, utópia, stb. Na most én nem állítom azt, hogy ennek az érzésnek nincsen valamiféle érthető jogosultság. Hát persze az embereket rettenetes csalódások érték, azért mégiscsak, hogy hát mik lettek ezekből a nemes eszmékből, tehát valamennyien tudjuk, hát azért még sem megfeledkezni a gulágról és egyéb apróságokról, ugye, amik itt történtek ebben a dologban, amit végül is részben lelkes kommunisták hajtottak végre, hát ez nem vita kérdés, ez így van, és tehát csalódni bőven lehetett, és volt miben. Ugyanakkor szerintem hát ez azért persze nem érv arra, hogy a morális kritikának a megújítását, hát amit minden nemzedék elvégez a maga módján valahogy, azt most egyszer csak abba hagyjuk, mert hogy csak eldologiasodó struktúrák vannak, amelyek analógiája az ember alatti természet, amely hát tulajdonképpen alapvetően nem változik a szónak abban az értelemben, ahogy az emberek változásáról beszélünk. István az utóbbi időben nagyon megváltozott. Ugye most ez mit jelent, amikor ezt mondjuk? Azt jelenti, hogy a morális tulajdonságai, a beállítottságai, a gesztusai megváltoztak. Ez nem egy anonim fejlődésnek a következménye, nem egy környezeti katasztrófának a következménye, hanem gondolkodásnak, érzésnek a következménye, következésképpen valamilyen tág értelemben intellektuálisak, mégis ez a sajátosságunk. Most ez pedig ennek az egyszerű, ennél egyszerűbb már nincsen, ennek az egyszerű dolognak a háttérbe szorulása, tehát az a érvényesnek tetsző hipotézis, hogy az embereknek van lelkük, ugye, hogy fogalmazza ezt még egyszerűbben, hogy van intellektus, hogy van gondolkodás, amely nem függ föltétlenül determinisztikusan a különféle külső meghatározó okoktól, hogy az ebben való hit aknázódott alá. Ez valami halatlan.
Ez nagyon nagy változás. Lehet, hogy őszintén remélem, hogy ez nem mutatkozik tartósnak ez az átalakulás, nem tudhatom, de kétségkívül nagyon komoly jeleit lehet látni, hogy egyszerűen, mintha nem kalkulálnák bele azt, hogy azért mégis van egy szabadság foka az erkölcsi eszmélkedésnek, amely az egyik eleme annak, ahogy élünk. Mondom, István az utóbbi időben nagyon megváltozott. Hogyha ez a fajta naturalizálása az elkölcsiségnek teljesen meggyőzne, vagy 100%, akkor azt mondanánk, hogy István az utóbbi időben nem tudni miért újabb fajta jeleket ad. Hogy ezek a jelek mit jelentenek, azt nem tudjuk. Mert hogy neki nincs szuverén intellektus, a következésképpen ezek a változásai megfejthetetlenek. Na most, hogyha ennek a tüneteit önök nem látják jelenkori művészeti alkotásokban, akkor nem olvasnak elég figyelmesen. És ami persze nagyon helyes, mert ezek a művészetben ki kell fejeződnie ennek a krízisnek. Hát persze nem az írókat, meg egyéb művészeket, meg okolom ezért, tehát nagyon jól teszik, hogy leírják azt, amit látnak. De hát nézve onnan tudom, amit tudok, hogy nyilván nem támaszkodhatok csak a személyes benyomásaimra, hanem hát részben onnan tudom, hogy megráznak, ismerősként megráznak dolgok, amiket olvasok kitűnő írók tollából, hallok, látok. Úgyhogy ezek a félő következményei ennek a dolognak. Köszönjük szépen, még számtalan kérdésünk lesz, de az majd egy ilyen láthatatlan beszélgetésben fog folytatódni. Nem tudom, hogy van-e még időtök, türelmetek kérdezni Gazsitól. Ez egy régió technika, hogy az ember lyukat beszél a partner hasába, aki már túl kimerült az, hogy iratkozik. Jó, hát rendben van. Elnézést azért, de hogyha még valakinek van ereje, mert nem fogom betudni annak. Tessék! Hát bizonyos értelemben én azért céloztam ezekre a dolgokra. Itt a mese délután, ahogy neveztem. Egy utópia leírása, az persze egy csomó mindent, azt fogod mondani, hogy el akarom kerülni a választ. Igen. El akarom sinkófálni a választ, mert erre direkt pozitív választ nincsen. A kérdés az, hogy mit tételezek föl arról, hogy mennyiben lehetséges a jelenlegi vagy eddigi társadalmak megváltoztatására tenni. Van-e valami olyan archimédészi pont ezen az egész miskulancián kívül, ahol ezt a dolgot meg lehet mozgatni? Hát én is nagyon szeretném tudni, hogy van-e ilyen archimédészi pont. Ezért írok annyit, hogy hát a közben rájövök. És a vallásnak ilyen szempontból természetesen adott egy archimédészi pontját, ez maga az Isten. Ugye? Most ez nekem így nem áll rendelkezésemre, én rokon szembezem, mint láthattátok ugye az Új Szövetséggel, de semmilyen értelemben nem vagyok egy rendes, egyházi értelemben vett teista. És nagyon jó lenne, de hát nem megy. És tehát számomra és számtalan kortársam számára, hogy ez a dolog kb. Úgy állnak, mint én, az ez egyáltalán egy ritka attitűd, nem adott ez az archimédészi pont. Most mondtam valamit arról, hogy mennyire aggasztónak találom, hogy föltételezzük, hogy nincs lélek, nincs emberi lélek, nincs semmilyen
adott szuverenitása az intellektusnak, gondoljuk sokan az összeomlások következtében, amiért semféle szemrehányás nem illet senkit, hogy kétségben esve, bal szerencse, és de hát én ebben a dologban bizonyos értelemben osztozom, nem annyiban, hogy azt képzelném, hogy nincs lélek, hanem azt gondolom, hogy nekem egy olyan világban kell élnem, ahol nagyon sok embernek az a meggyőződése következésképpen, ez bizonyos értelemben velem is megtörténik. Mert ezek olyan szociális dolgok, nem vagyunk egyedül, következésképpen, hogy a körülöttem egy csomó ember valakinek ezek a hipotézisei, akkor ez realitásként jelenik meg az életemben. Ugye? Hogyha emberek, akiket szeretek és tisztelek, ilyeneket éreznek, akkor természetesen súlyos következményekkel jár arra nézvést, hogy én mit gondolok és mit érzek, természetesen. Következésképpen azt mondani, én is föl tudnék sorolni ilyen külsődleges eszméket, hogy mit tartanék szépnek és jónak, csupa közhelyet mondanék, úgyhogy erről mondjál le, nem van érdekes. Igen, is szeretném, hogyha az embereket nem aláznák meg és nem bántanák, meg hasonlókat, persze. És erre vannak megoldási kísérletek és javaslatok, mindig is voltak, hanem az érdekelne, hogy ezek a peremföltételek, külső peremföltételek, ezek hogyan ismerhetők meg, hogyan fogalmazhatók meg, hogy az a fajta szociális realitás, amely ennek az összeomlásnak és ennek a dekadenciának a realitása, ez mennyiben hagyható figyelmen kívül. Mert azért az utópiának azt a formáját, amelyet az utópiák ellenségei szokott képviselni, azért ez persze létezik, de azt nem szeretném képviselni, hát jelesül azt, hogy vigaszként megfogalmazok olyan deziderátumokat, olyan kívánságokat, olyan elvárhatóságokat, amelyek, mint világot irányító principiumok, engem megvigasztalnak a szépségükkel. Ez nem az én dolgom. Ez sem teljesen fölösleges. Tehát ez a promesse de bonheur, ugye? Ugye a művészet másik neve. És, mint mondta, ugye Musset-től származik, ugye a promesse de bonheur, igen, Musset mondta, hogy az a művészet, a boldogság ígérete. Na most ez nem az én dolgom. Hogyha van olyan művész, aki hitelesen képes erre, hogy olyan művet hozzon létre, amiben implicit a boldogság ígérete, azt én boldogan meghallgatom, és megnézem, és elolvasom, de az én törekvéseim nem ilyen természetűek. Tehát a válaszom a következő, el tudok képzelni olyan művészeti praxist, amelyek utópikus vonásai vannak, amelyek nekem örömöt okoznak. Ez a maximum, amit jelen pillanatban el tudok mondani. Ennél többet nem tudok mondani, mert akkor nem mondanék igazat. Esetleg még? Ha még van türelem, azt kérdezném, hogy ha a kommunista utópiával együtt a forradalom is utópia, akkor hogyan tudjuk értékelni azokat a gondolkodásbeli fordulatokat, amelyeket valóban szerintem szoktál beszélni, hogy megváltozott a gondolkodásról. Meg egyáltalán ez az egész fogalomtörténet, politika fogalomtörténet, eszmetörténeti mentalitás történeti vizsgálódás, hogy ezeket a fordulatokat nyomon követi, hogyan tudjuk ezt értékelni, tételezni ezt a fordulatot. Hát én azt hiszem, hogy le kell mondanom erről a válaszról, mert erről csak ilyen részleges vélekedéseim vannak, és nem tudok én mindent, úgyhogy távolról sem, úgyhogy ezt nem tudom, mi a helye, igazán mi a helyes válasz. Ez egy jó kérdés, úgy érzem. Érdekes kérdés. Engedd meg, hogy ezen még gondolkozzam. Szóval az igazság szerint nem akarok most valami hatásvadász rögtönzéssel tele válasz. Jó, köszönöm szépen. Hát, én azt jutott eszembe,
És most itt a vakáció kellős közepén végre elvertül emberik jelenléti beszélgetés indulít. Nekem ez, hogy mondjam, a bőrömön érzékeltem, hogy ez egy jeles. Hogy olyan rég nem volt ilyen. Tehát az, hogy a vakációban van az, amikor összeülnek az érdeklődők és megbeszélnek valamit egy könyvben, fölvetett kérdéseket, az ebben a jelenléti formában nagyon jó. Köszönöm szépen. Az egyetemünkkel, és most, hogy vakációban az lehetségessé vált, az nekem egy forróban szerint. És gondolom, hogy nem vagyok. Nagyon szépen köszönöm Tamás Gáspár Miklósnak, hogy elfogadta az interjúra meghívását, és a Magyar Szakosok hetedik találkozója keretében vállalt ezt a beszélgetést, és ugyanolyan szépen köszönöm Szilágyi Botónak és Pornél Kalmanásnak, hogy készültek erre a beszélgetésre is. Tényleg, egy csomó ilyen nyitva hagyott kérdésig eljutottunk, amit lehetünk és kell volna. Ebben a perspektíváját van egy tovább is, de Gazsival még egyszer találkozunk, és meg fogok kérdezni, hogy gondolkodásra követlenül. Köszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmét és a figyelmét. Köszönöm szépen.